Az alaposan átalakított Eto FC Győr a Kóka együttes ellen kezdi az idei bajnokságot. Fehérben a hazai pályán játszó Eto FC Győr, és neonzöld feketében pedig a vendég Kóka. Egy ívelés és sipost keresték a társaské, és nagyon jól meg is találták, és ott az első nagy helyzet, és ott a gól! A gólszerző pedig Ugarte, az argentin légiós a 7. percben megszerzi az első gólját itt a győri színekben. Nagyon jó volt sipos beadása, Barti Luca tehetetlen volt a kapuban. Nagyon jó kis csapatunk lesz, véleményem szerint. Rengeteg új játékos érkezett, ugye, ahogy mondtad, ezt is idő ugye beépíteni, tehát azért két embert mindig egyszerűbb összehozni, mint 6 vagy 7, de minden edzésen azt gondolom, hogy sokat beszélgetünk, illetve dolgozunk azért, hogy ez összeálljon. Rossz helyen veszít labdát, az Eto Pusztai indítja Pap Lucát, és Pap még a 16-oson belül is tudja lőni, nem is téved sokat. Sipos vissza tudja fejelni, és össze tudja szedni Ugarte, és teszi tovább Sülének. Süle pedig teljesen egyedül mehet a kapura. Süle el is gurítja 2-0, de Les miatt a játékvezető visszafújja. Nem érvényes tehát a gól. Rodriguez tette ki a szélre fél Patriciának. Fél egy kicsit tanácssal annak tűnik, hogy mit is kéne ezzel a labdával kezdeni. Például Sülét lehet vele indítani. Süle már a 16-oson belül, Ugarte! És nem tud lőni Ugarte egyelőre, most talán igen, és nem is tévedett nagyon sokat. 21. perc a mérkőzésen, az első szöglet, Erdész csavarhatja be a labdát, nem is érkezik rosszul, és beleteszi a fejét, sipos! S védenie kellett bizony Barti Lucának, sipos lilla a labda mögött, azt mindenképpen el kell mondani, hogy nagyon sportszerű az első fél óra alapján a mérkőzés, sipos fölé! Nem tudja megtartani a labdát, a Kóka, ez tűnik eddig a legnagyobb problémának. Dénes, Süle, egy tökéletes ütemű kiugratás, Süle, és ott a második gól. Süle Dóra a 42. percben megszerzi az Eto FC Győr második gólját. 2-0, egy gyönyörűen kijátszott akció volt, és egy tökéletes labdát kapott Süle Dóra, és a befejezés is gyönyörű volt, ahogy előtte Barti Luca mellett. Török Kitti a labda mögött, és a 16-os sarkáról végezheti el a szabadot. És nem is rossz az a csavarás. Nekem mindenképpen első mérkőzés volt, mert első NB1-es mérkőzésem volt. Hát az első fél időben voltak hibáink, de szerintem a védekezést egész jól meg tudtuk oldani. A második fél idő meg úgy érzem, hogy mi uraltuk a meccset. Elől mentek a labdatartások, a helyzeteket kell kihasználnunk. Sipos Lilla áll a labda mögött, azért elég messze van, egy jó 35 méter biztosan van ez a távolság, de azért megpróbálja Sipos Lilla, és nem is rossz ám az a lövés. Közelednek az utolsó percek a mérkőzésen, és egy szabadrúgáshoz jut a Kóka, és Kis Gabriella átlépi a labdát, aztán Török passzolja le, és kapja vissza Kis, és ez egy szép figura. Összességében nézve a másik fél időben aránylag elégedett lehetek, ott kiegyenlítettebb játék volt. Én azt gondolom, az első fél időben a rutintalanságot tapasztalt, egy kicsit megijedten voltunk. Én nagyon bízok benne, hogy fokozatosan fogunk javulni. Tehát annyira fiatalok vagyunk, hogy szerintem minden mérkőzésen be fog épülni egy kis fejlődés, és nagyon bízok benne, hogy a szeptemberre egy egész komoly kis csapat leszünk. Összességében egész jó képet nyújtott a csapat szerintem. A labdaközatalunkban, illetve magában a passzjátékban, az előzőekben, előző edzőmérkőzéseken sokkal jobban oldottuk meg ezeket a feladatokat, most viszont nagyon sok hiba csúszott bele, és főleg, ez, de mindegyik pályát minden területén, tehát a védőzónában is, a középső zónában is, és a támadó zónában is elég sokat hibáztunk, ami azért ilyen szinten nem engedhető meg, főleg úgy, hogyha vannak célja egy csapatnak. Egy remek első fél idő és egy kicsit visszafogottabb második után, végül is 2-0-ra nyer az Eto FC Győr a Kóka ellen, ez pedig azt jelenti, hogy győzelemmel kezdik az idei bajnokságot.
them get signals crossed. Ain't got time to talk. Misinterpret us, man. We got things to do. Them get signals crossed. Ain't got time to talk. Misinterpret us, man. We got things to do. Write it off, swipe it off. Write it off, swipe it off. Write it off, swipe it off. Shut them up, don't waste it. Take a swipe at it. Write it off, write it off. Take a swipe at it.